Kedves nézőink, dr. Magyar György ügyvéd a vendégem, akit Skype-on keresztül köszöntök. Szervusz Gyuri, üdvözöllek! Üdvözlök mindenkit tisztelettel! Na most ugye az a helyzet, hogy egy magamfajta zsidó ember úgy él, hogy mi folyamatosan, illetve még mindig várjuk a messiást. Ellenben ezzel szemben a magyar politikai életben mindig, és bocsánat az összehasonlításért, de mégiscsak egy hirtelen jutott eszébe, mindig azt mondja, hogy itt az új messiás, de jó, rá számítunk. Hát most is éppen egy ilyen ember tűnt föl a magyar közéletben, ez a Magyar Péter nevű úriember, akiről már a múlt héten beszéltünk. Mindenféle szipi-szupi bizonyítékokat ígért. Én nem tudom, hogy ezek mennyire állják meg a helyüket, hiszen csupa olyan információ hallottam, amikről már korábban is hallottunk, és azt nem tudom, továbbra is az a kérdésem, és ígért mindenféle más felvételeket is, hogy általában a jogászok azt hogyan ítélik meg, hogyha nekem van valakire, közéletére, közszereplőre, vagy bárki másra terhelő jellegű bizonyítékom, hogy én ezt mikor tárom, mikor nyújtom be az igazságszolgáltatás felé. Mert ez nem szép dolog, hogy akár évekig is ülünk rajta, és csak akkor vesszük elő, amikor mi kedvünk úgy tartja. Nagyon fontos kérdést tettél fel, és én azt gondolom, hogy a választ, ha precízen akarjuk megadni, akkor különféle aspektusait kellene az ügynek vizsgálnunk. Van egyszer a jogi aspektusa, ugye? Igen. Van a politikai, van az úgynevezett morál erkölcsi oldala és a személyiségi oldala. Tehát ha ezt a négyet komplex vizsgáljuk, akkor talán közelebb kerülünk ehhez a Magyar Péter jelenséghez, de ha külön-külön vizsgálgatjuk, akkor megítélésem szerint könnyen megyünk tétra. Te döntsd el, Péter, hogy van négyből most melyiket érintjük, vagy gyorsan mind a négyet? Érintjük gyorsan mind a négyet. Én csak és kizárólag a morál erkölcsi részéről tudok beszélni. Akármi történik, hihetetlen bizalmatlanságot feltételez bárkiről is, hogy a társa, férje, felesége, barátja, barátja, teljesen mindegy, ilyen folytatott beszélgetést rögzítse. Pont. Nekem ez a véleményem. De kíváncsi vagyok a tiédre. Kezdjük akkor azzal, amit te most feszegetsz. Házastársak vagyunk, hát nem mi ketten, hanem most az elméletben. Házastársak vagyunk, otthon beszélgetünk, és egyikünk fölveszi a beszélgetést egy telefonnal, ugye? Ezt eltárolja, mert a felek nem vitatkoznak azon, hogy ez valóban megtörtént, és 2023. januárjában készülhetett ez a felvétel. Ez önmagában feltesz kérdéseket, hogy miért van erre szükség. Ha mögéje megyünk, akkor valószínűsíthetően itt valamilyen bizalomveszésről lehet szó, vagy az a fél, aki a felvételt készíti, készül valamire, ez a valami lehet támadás, és ez a valami lehet védekezés, és ez a valami lehet valaminek a reakciója is, ugye? Én azt gondolom, hogy ez önmagában fontos indítéktartalom, és akkor már átértünk az erkölcsi oldalára, ezt megmondom neked egészen őszintén, aki ilyenre vetemedik, hogy így mondjam, és ezt az utat választja, annak a gondolatait, hogy így mondjam, és a cselekedeteit meg lehet kérdőjelezni. Mégis azt gondolom, hogy az ő tevékenysége, így globalice, nagyon fontos a magyar közélet szempontjából, mert bedobott egy nem is kövecskét, hanem talán egy szikladarabot az állóvízbe, megmozgatta a magyar belpolitikai közéletet, és ahogy te emlegetted a messiás várást, az ellenzéki oldalon egészen egyértelműen felmerült annak a szükségessége, hogy nagyon jó lenne, ha valami történne már, a messiás úgymond megjelenne, és az jelenlegi nem jól szereplő ellenzéki pártok szerepét átvenné, vagy legalábbis mutatna egy újabb utat. Tehát összefoglalva azt kell mondanom, Péter, hogy amit ő elindít,
és amivel kapcsolatosan a közélet foglalkozik, és kiáll az utcára, és állandóan megszólal a Facebookon, meghallgatásai vannak az ügyészségi hivatalnál, ezek mind-mind alkalmasak arra, hogy az ellenzéki oldalon kis ébresztőt fújjon, és megérthető, érthető, hogy az emberek bizonyos szempontból kíváncsiak, és bizonyos szempontból szeretnének valami mást látni. Ha visszatérünk a beszélgetésünk elejére, akkor a motivációt, ha keressük, mert én büntető jogászként elmondhatom, hogy minden ügynek rettenetes fontos tartalmeleme az indíték és a motiváció, akkor itt már valószínűleg útvesztőbe kerülünk, mert Magyar Péter közéleti szerepvállalása és a magánélettel kapcsolatos problematikája meglátásom szerint nem választható élesen szét. Nem véletlen, hogy a kormánypárti oldal és a média ezt hangsúlyozza, hogy mi az a családi veszekedés, milyen moralitás van amögött, ami a felvételeken hangzik. Varga Judit is megszólal, hozzáteszem neked, Péter, furcsa módon most a magánszférával kapcsolatosan megszólalt Varga Judit, és nem szólalt meg a kegyelmi ügyben, ugye, nem szólalt meg a lemondásával kapcsolatosan, nem szólalt meg a Völner ügyben, nem szólalt meg a Pegasus ügyben. Nagyon érdekes, és maradjuk ennél a szónál, hogy érdekes, hogy Varga Judit, az elvált feleség, az igazságügyminiszter, az akkor igazságügyminiszter jogszakmai szempontból őt érintő kérdésekben, miután az ügyek ebbe az irányba elmozdultak, nem szólal meg, de most úgy érzi, vagy ő, vagy esetleg mögötte bárki, úgy érzi, hogy reflektálnia kell Magyar Péter fellépésére, Magyar Péter által elővett dokumentációra, és Magyar Péter által felvetett gyanúsításokra, mert maradjunk abban, hogy gyanútartalom van abban, amit ő mond. Fontosnak érzem, Péter, és aztán átadom neked a szót, hogy nézzük a felvételek beltartalmát, és ne csak kizárólag az indítékot. Igazság lehet-e abban, hogy belenyúltak bizonyos sádű ügyben, bizonyos emberek, bizonyos iratokba, vagy pedig ez egy kitaláció? Na, ez egy nagyon fontos kérdés, és ebben a kérdésben kellene tisztán látnia a közéletnek, mert ez már az ügyészségnek a nimbuszára, az ügyészségi nyomozók tisztességére esetleges jogi sértéseikre is utalhat, mert ha ne adj Isten tényleg belenyúlhattak az ügyész iratokba, bárkik bármilyen szándékkal, akkor az a hivatali visszaélés gyanúját vagy a bűnpártolás gyanúját veti fel. Tehát nekem, jogász embernek ez fontosabb elem, mint amit eddig ecseteltünk. Azt tudom neked mondani, az nekem általában tetszik, de én egy ilyen típusú ember vagyok, hogyha a közélet állóvizét bármilyen esemény kicsit fölkavarja, megmozgatja, én azt szeretem. Jelen esetben, mint az elején is elmondtam, fenntartásaimat azt továbbra is tartom, de arra vagyok kíváncsi, hogy az egész ügy legyen akár a beltartalma felvételeknek. Jogi aspektusból hogyan látod, mennyire tud esetleg, tehát hogy mennyire került így a nyilvánosság elé ez az egész történet, és akkor ebből következik az a kérdés, hogy akkor itt nem lehet semmit sem elmismásolni. Vagy el lehet? Hát nézd csak, én azt gondolom, hogy amit te feszegetsz, annak a jogi felülete nagyon fontos, és vizsgálatot igényel. Nem lehet emellett elmenni. Ha a tartalmát nézzük a lehallgatási beszélgetésnek, és a reakciókat összevetjük, a főügyészség válaszát is meghallgatjuk, mindenkinek, de határozottan jelentem ki neked az eljárás szereplőinek is, a Sádl úrnak is, az igazságügyminiszter helyettes úrnak is, a hatóságoknak is, és a közvéleménynek is az az érdeke, hogy tessenek kérem tisztességesen kideríteni, hogy mi történt,
mert mi magunk is beszéltünk már Péter korábban, és mi is az ügyvéd blogunkon írunk erről, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa a Schadl-féle széf, ugye emlékszel rá, nekem már többször feltűnt és többször hangsúlyoztam, hogy a kutya a széfben van elásva, mert feltűnő módon az ott megtalált okmányiratok, felvételek és bizonyítékok fontos irányba mutattak, de kimondhatjuk a nevét, Rogán Antal irányába mutattak, hogy szerepel még Barbara, szerepel még Ádámka, és ezt most Magyar Péter megvilágította. Az ügyészség pedig a nyomozás során ezt a bizonyítási anyagot félretette, de nem elrejtette és elmentette, hanem megsemmisítette. Erre jogi felületen biztosított volt, nem azt mondom, hogy jogsértés történt, de azt viszont most már láthatjuk a hangfelvétel értékelésével összefüggésben, amikor az ügyészség arra hivatkozik, hogy itt nem történhet semmi olyan, aminek ne lenne nyoma, hát nekem ugyanez az álláspontom a megsemmisített dokumentációval kapcsolatosan is, azoknak lehet digitális változatuk, azoknak lehet szkennelt változatuk, azok valamilyen helyről bekerültek Schadl úr széfjébe, és valamilyen formában a ügyészség ezeket az iratokat kezelte. Én azt gondolom, hogy ez, ha összevetjük, és egy vizsgálat tárgyával tesszük, a mostani telefonlehallgatási felvétellel összefüggésben, akkor azt gondolom, hogy egy korrekt és objektív vizsgálat ki tudja deríteni. Volt-e a Schadl ügynek egy másik szála, amit ledugóztak, elvágtak, avagy ez a szál fals? És ma még egy jó hírem, Péter. Folyik a büntető eljárás Schadlnek és a miniszterelnök helyettesnek, vagy a miniszter helyettesnek. Abban az eljárásban a büntetőbíró nincs semmihez se kötve. Jogosult tanú meghallgatásokat foganatosítani, indítványra vagy anélkül, ügyészi vagy védői indítványra. Varga Juditot meg lehet idézni arra a tárgyalásra, meg lehet idézni, mert a törvény előtt mindenki egyenlő, a Rogán Antal urat is arra a tárgyalásra, sőt, hogy most már bizonyos tudomásokról van szó, Magyar Péter urat is meg lehet idézni arra a tárgyalásra, következésképpen tovább lehet lépni a vádhatóság hatáságon kívül, és egy új eljárás lehet kezdeményezni akkor, ha bebizonyosodna, hogy annak idején nem kellő körültekintéssel vagy kellő objektivitással jártak el az eljárásban. Én ennek tulajdonítok jelentőséget. Kisebb jelentősége van annak, hogy a családon belül ők hogyan érezték egymást, szerették egymást, vagy válófélben voltak, de óriási jelentősége van közpolitikai szempontból is, amit most a jogi aspektus vizsgálata körében háttérbe szorítottam. Hát az a helyzet, hogy nagyon alaposan nem jártuk körbe, de sok szempontot sikerült most megvizsgálni, természetesen jól kifutottunk az időből, de mindezek azt is jelentik, hogy legközelebb is lesz még alkalmunk miről beszélgetni. Akkor, ha lehetséges, így előre fölvetem, hogy az pár mondatban érdemes végignézni, hogy mindez az Európai Uniós tárgyalásokkal kapcsolatban, az igazságszolgáltatási reform kapcsán hogyan lehet ezt a dolgot egyenesbe hozni. Úgyhogy innen folytatjuk jövő héten. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál, és jelentkezünk. Nagyon sajnálom, hogy ilyen hamar elcselt az idő, valószínűleg én túlbeszéltem, de ez egy olyan történet és olyan téma, amiről akár 3,5 órán keresztül is beszélhetünk, és azt gondolom, hogy a nézőket nem mutatja, mert való igaz, ez most bekerült a közéletbe, és hasznos, fontos lenne a tisztánlátás. Ez mindannyiunk érdeke. Így igaz. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a lehetőséget.